Jó estét, folytatódik a napi aktuális, és ahogy ígértem, érkezik a vita. Vendégeim Dezse Zelenka, Dóra és Szalai Szabolcs. Szerpusztok, jó estét. Jó estét! Örülök, hogy itt vagytok. Hát friss hír, Malajzia betiltja a szivárványos karórát, akár börtönbüntetést is kaphat az, aki hord egy ilyen ékszert vagy órát, nem is tudom, hogy ki minek használja. A másik viszont ugye arról már napok óta beszélnek így a közvéleményben, hogy például a Sziget Fesztivált azt egy olyan reklámmal promotálták, amiben azonos nemű párok nem csak együtt vannak és táncolnak, hanem csókolóznak. Van két véglet, ezek szerint, vagy hát még tudnánk nyilván szélsőségesebb példákat hozni, de nálunk már ez is azért megbotránkozásra ad okot. Nem tudom, ti ezt egyébként hogy értékelitek, mennyire szükségszerű egy ilyen jelenetet egy reklámba behozni? Miért ezzel reklámozzák egyébként a Szigetet? Miért nem azzal, hogy itt nagyon jó koncertek vannak, és érezze mindenki jól magát? Hát valószínűleg ez így kötődik ahhoz, hogy ugye mindig elmondják, hogy szabadság, meg ilyenek, és ezek is hozzátartoznak. Azért nem gondolom, hogy a szexuális kisebbségeknek a megjelenítése az volt így a fő üzenet ennek a reklámnak, csak hogy így benne, hogy mindenki, aki itt van, az így érezze jól magát, a homoszexuálisok is, a heteroszexuálisok is, a külföldiek is, meg a fesztiválra látogató magyarok is, már aki megteheti, hogy 150 ezer forintos szigetbéletet meg tudja vásárolni. Én azt gondolom, hogy ezek ilyen identitás politikai küzdelmek, vannak ilyen, ezek az ilyen szélsőséges táborok, és az emberek jó részét szerintem ezek így nem különösebben érdeklik. Tehát, hogy ott volt hogyha nem ismerném személyesen Dúró Dórát, akkor azt feltételezném, hogy ő esetleg pénzt kaphatott a Meseország mindenki könyvszerzőjétől arra, hogy ledarálja azt a könyvet. Mert akkor a reklám. Hát igen, tehát, hogy szerintem azért olyan túl sok ember nem hallott addig arról a könyvről, és igazából amikor elkezdődnek erről az ilyen nagyon komoly identitás politikai viták, azok erősítik fel, vagy adnak neki komolyabb jelentőséget, tehát hogy nem tudom, szerintem ennek nincs jelentősége, de én abban biztosan nem hiszek, hogy a Sziget Fesztivál reklámjában, hogyha ez így szerepelt egy ilyen, hogy a homoszexuális párokat is bemutatták, és ezt látta valaki, akkor nem hiszem, hogy emiatt a szexuális identitással megváltozik. Az lehet, hogy több homoszexuális mondja, hogyha ez egy elfogadónak tűnő fesztivál, akkor mondjuk szívesebben megy oda, mint hogyha olyan van, ahol meg nem látják szívesen a melegeket, de hogy nem érzem nagy jelentőségét. Hát szerintem ez a reklám nyilván nem arra szólt, hogy reklámozza a Szigetet, mert azért mindenki Magyarországon legalábbis azért ismeri. Tehát Európa egyik legnagyobb fesztiválja van itt Budapesten, szerintem nagyon kevés olyan magyar van, aki nem ismerné. Nekem az a gyanúm, hogy ez nyilván a külföldieknek szólt, ez egy célzott reklám volt, ezért azt olvashattuk, hogy fele-fele az aránya ugye a résztvevőknek, és fele külföldi, fele magyar, ami szerintem kicsit elszomorítóbb, hogy már ennyire sem adnak arra, hogy a magyar célközönséget figyelembe vegyék egyébként, mert én egyébként sűrű jártam Szigetre még a koronavírus előtt, azt hiszem 4-szer vagy 5-ször lehettem, egyszer még voltam egy hétig is, de hát diákbérlettel, és akkor még nem volt ennyire drága. És én nagyon szerettem egyébként fesztiválozni, de azért talán a Covid előtti utolsó év volt az, amikor már egyértelműen látszott, hogy nem a magyarok a célközönsége ennek a fesztiválnak, hanem például a hollandok, főleg ugye, akik a legnagyobb arányban vannak külföldiek itt. Hogyha megnézzük, akkor lehet ez egyfajta provokáció a magyar kormánnyal szemben a meghozott gyermekvédelmi törvény vagy intézkedések miatt? Vagy nem is nagyon nézték ezt? Hát nézd, lehet ennek egy ilyen fajta üzenete is, hogy ugye bár a fesztiválnak a tulajdonosa most már egy amerikai cég, tehát hogy külföldi tulajdonban van, de a szervezők között még vannak magyarok, értik mind a külföldi, mind a hazai kontextust is, és azért a nyugati sajtóban
mondjuk sok kritika megjelent arról, hogy hát Magyarországon milyen törvényeket hoznak, és hogy akkor itt ilyen, nem tudom, azt gondolhatják néhányan, hogy Magyarországon valamilyen fajta melegellenes hangulat van, és akkor lehet, hogy emiatt a szervezők úgy gondolták, hogy azért is beleteszik, hogy hát lehet, hogy csúnyákat írtak Magyarországról, de a sziget az egy ilyen, a szabadság szigete, itt jófej emberek vannak, ide jöhetnek a homoszexuálisok is. Én nem gondolom, hogy ennek tényleg olyan túl nagy jelentősége lenne. Az valóban egy elszomorítóbb dolog, hogy nem a magyar pénztárcáknak van ez a fesztivál. Tehát, hogy szerintem nem csak az ilyen, hogy most a reklámukban megjelennek ilyen, nem tudom, olyan dolgok, amik Magyarországon mondjuk nem feltétlenül széleskörű társadalomban elfogadottságot kiváltó dolgok. Nem csak ezért van az, hogy a magyarok jó része nem tud kilátogatni, hanem azért, mert borzasztóan drága, de egyébként Sziget mindig a drágább fesztiválok közé tartozott, mindig a külföldiekre lőtt, de a másik oldalon meg kell nézni a pozitívumokat is, hogy iparűzési adóbevételbe, idegenforgalmi adóbevételbe ez mit jelent, hogy világsztárokat hoznak ide, nem olcsó történetről van szó, de láttam ezeket a cikkeket, amik arról szóltak, hogy milyen borzasztó drága enni-inni ezen a fesztiválon, hát aki megteheti, hogy 150 ezer forintért vegye magának egy béletet, vagy 40 ezerért egy napi jegyet, az nem a 5 ezer forintos girosz miatt fog hátat fordítani a fesztiválnak. Meg ugye azt ne felejtsük el, hogy most egy kicsit azzal, hogy elkezdődött a sziget, az ellenzék is úgy gondolja, hogy most szabadság van, és nem diktatúra Magyarországon. Ugye Karácsony Gergely is kiírta a Facebookra, hogy milyen jó, hogy itt a szabadság szigetén lehet bulizni, és sörözni, és találkozni a barátokkal. Szóval most ugye az ellenzék szerint is végre, ha csak egy hétig is, de most nem diktatúra van az országban, hanem szabadság és demokrácia. Legalább ilyenkor egy kis iróniával, hogyha már diktatúra, meg betiltás, beszéljünk egy picit erről a Barbie filmről, én bevallom töredelmesen nem láttam, de ti láttátok, és rengeteg támadás éri, persze vannak itt aztán pozitívumok is, hogy rekordnézőszám, rekordbevétel, meg mindenféle, de hogy ez a túlzott feminizmus, túlzott női emancipáció nagyon lesarkítja, nagyon eszközzé teszi a nőket, és hogy itt még nagyon sok olyan vonal van, ami miatt azért támadják ezt a filmet rendesen, ami több országban is van tiltva. Mennyire kell ez most a 21. században? Szerintem erre a filmre már nagyon régóta szükség volt, és én egyébként nagyon meglepődtem rajta, hogy amit láttam a képernyőn, egyszerűen úgy ültem be, hogy imádtam mindig is a Barbie-kat, nyilván én is kislányként rengeteg Barbie-val játszottam, és akkor majd egy jó vicces filmet látok, és úgy jöttem ki, hogy lesírtam a sminkemet és a rózsaszín ruhámat is konkrétan, és utána napokig konkrétan teljesen benne voltam ebbe az érzésbe, nem számítottam rá egyáltalán, és pont azért lehet ez, mert nagyon erősen igen a nőkhöz szóló film, és igen, lehet, hogy néhány férfi magára fogja venni azt, ahogy a Keneket, ugye a Barbie-nak a párját ábrázolják, de... Hát nehezményezik az LMBTQ vonalat, vagy nem tudom, hát csak, hogy nincs benne. Aha. Hát van ugye abban, hogy van benne egy transzexuális szereplő, akiről például a magyar mozinézők csak a cikkekből tudhatták, hogy igen, van benne, mert a magyar szinkronban, mivel úgy néz ki, mint egy nő, ezért kapott egy női szinkronhangot. Tehát meg nem is volt kiemelve, hogy transznemű Barbie, igen, csak ő is Barbie volt, ugye, hogy a Barbie világban mindenki Barbie. Igen, tehát hogy ez nem annyira különösen jött át a magyar nézőknek, meg szerintem Körmentől Kisvárdáig is annyira érdekli. Ez minek rakják ez bele? Ez az embereket. A karaktert. Igen, szerintem az van, hogy van két olyan réteg, akinek nagyon határozott véleménye van róla, egyrésztről azoknak, akik nagyon ezt az ilyen jobboldali identitás politikát nyomják, és például a amerikai konzervatív Ben Shapiro-nak sikerült felgyújtania egy Barbie babát, ami
tényleg a Dúró Dórának a könyvdarálásához volt hasonlítható, hogy ez volt az ingyen reklám, tehát hogy a Mattel nevű cég, aki ugye árulja ezeket a játékfigurákat, az egy csomót kereshetett rajta, mert azok a demokrata, a feminista nők, akiknek eszágukban nem volt megvenni ezt a sztereotípiáktól nem mentes Barbie figurát, azok most megvették azért, mert utálják a Ben Shapirót, mert hogy ő meg jobboldali, úgyhogy a cég mindenképpen jól keres vele, és a másik oldalon meg, tehát hogy az egyik oldalon az van, hogy ez egy ilyen borzasztóan egy ilyen woke film és szörnyű, rossz minőségű, amit így a férfiakról állít. A másik oldalon meg az van, hogy a baloldali feministák egy része szerint nem elég progresszív, és hogy igazából viccet csinál a woke-ból, meg hogy nem veszik komolyan a feminista mozgalmat, és akkor amikor az ember ezeket a kommenteket olvasgatja, akkor azon gondolkozik, hogy most jó, de hogy a belgák hova álljanak, tehát a normális emberek, akik ugye van benne egy olyan dal, hogy I'm just Ken, ami arról szól, hogy én csak Ken vagyok, és hogy én meg azon gondolkozom, hogy this is just a movie, tehát hogy ez csak egy film, ez ennyi, semmi több. Egy kellemes szórakozás volt, de az, akik az identitáspolitikából élnek, meg akik ezzel tudják hergelni a komment szekciókat, azoknak ez így nagyon jól működött. Jó témát ad. Igen. Hát igen, engem egyébként elszomorított az, amit például a Ben Shapiro vagy a Candy Sovens esetében, aki úgy csinált kritikát a filmről, hogy már rögtön a videó elején elmondta, hogy ő nem látta a filmet, csak elolvas egy kritikát, és ő ezt úgy veszi, hogy akkor ez biztosan így van, és ez alapján mondott véleményt. Szerintem az arany középút az az, hogy ez egy nőknek szóló film, a nők az egyszerű, átlagos gyermeket vállaló, dolgozó nőnek az érzéseiről szól, és akkor ott van mellette még Ken is. Tehát azt mindenképpen azt mondanám, hogy aki elítéli a filmet azért, mert látott egy kritikát róla, vagy hallotta az egyik oldalt, vagy a másik oldalt, szerintem üljön be, nézze meg, és akkor tudni fogja, hogy mi az igazság. Nézzünk akkor egy következő témát, mert ez is mai hír, hogy Karácsony Gergely megállapodott a kormánnyal, és mégis részt vesz az atlétikai világbajnokság megnyitóján, ez borítékolható volt, ugye? Az többször nem, mint az, hogy Karácsony hogy részt megváltoztatja valamiről a véleményét. Így van. Ilyen hát még soha nem fordult elő a világ. Hát mindig azt mondják, hogy Karácsony Gergely küzd, bízva bízik, és akkor a végén meggondolja magát. Iszik egy unikumot, és akkor utána mindig jó, tehát hogy komolyra fordítva a szót, ugye, hogy az történt, hogy elmondta, hogy nem megy el, mert hogy a kormány nem tartja be a fővárossal kötött korábbi megállapodását, ami ugye elvileg tegnap este folyamán sikerült végül megállapodni, és akkor mindenki örülhet, a kormány is örülhet, Karácsony Gergely is örülhet, hogy ő elmehet. Gondolom nagyon érdekli egyébként az atlétikai világbajnokságon, hogy mi történik. Tehát én azt nem értem, hogy miért kell mindig ez a befeszülés. Szerintem nagyon rossz az optikája annak, hogy azért a Karácsony Gergely rajongói körön kívül, ami kétségtelenül egy elég nagyszámú közönség, főleg a fővárosban, de hogy azért akik látják a főpolgármesternek a mozgását, azt láthatják, hogy Karácsony Gergely elég sokszor csinál olyan dolgokat, hogy valamiről azt mondja, hogy így van, aztán végül nem úgy alakul. Ugye mondta azt például, hogy ő biztosan nem fog visszalépni Márki-Zay Péter javára, csak hogyha elüti a villamos, azt hiszem, villamos. Akkor megérkezett a Hódmezővásárhelyi villamos, és akkor mégiscsak visszalépett, és akkor el lett ütve, és akkor itt is az volt, hogy ő nem megy el. Szerintem nagyon jó dolog, hogy megállapodtak, szerintem a főpolgármesternek ott az a dolga, hogy elmenjen oda, a kormánynak meg az a dolga, hogy azokat a vállalásokat, amiket tett a főpolgármester felé, azokat betartsa, tehát mindenki nagyot nyert. Mi lesz így a stadionstop programmal? Hát véget ér a világbajnokság, és majd újra kezdik valószínűleg. Hát addig ugye azt így lecseng, elfelejtik, és akkor majd szépen. Hát Karácsony Gergely egyébként a legtöbb dolog lepereg, tehát ő ezt valahogy nem tudom, hogy ki tanította neki, vagy hol tanulta, de ezt nagyon ügyesen csinálja kvázi, hogy ezért egyszerűen nem tudsz tőle számon kérni semmit. És amikor majd a fiatal Taylor Swift rajongók megkérdezik tőle 3-4 év múlva, hogy miért nem hozta Budapestre az ingyenes Taylor Swift koncertet, akkor is azt fogja mondani, hogy ő megpróbálta.
bele fog róla peregni. Összességében egyébként hogy értékelitek az elmúlt időszakot? Átadták a Lánchidat, saját bevallása szerint határidő előtt, meg a költségkereten belül, aztán lehetett Tarlós Istvántól is látni, hogy ez műszakilag nem ugyanaz a terv, amit eredetileg szerettek volna, mert hát csökkentett műszaki tervet építettek meg. Aztán ugye a költségkeret is olyan, amilyen, tehát az idő is olyan, hogy az eredeti ütemtervet azt azért kitolták, és az alapján készültek. Lehet itt ilyen kommunikációs, nem is tudom, vitát vagy háborút látni? Nézd, nekem abban meg kell védem Karácsony Gergelyt, vagy nem vagyok az én se fogadott, se fogadatlan prokátora, hogy ezt megtegyem, de hogy a tisztesség kedvéért azt érdemes elmondani, hogy nincs a főváros könnyű helyzetben, hogy egyébként az állam sincs, csak hogy ugye a fő konfliktus oka mindig az, hogy a ugye Karácsony Gergely azt mondja, hogy a GDP egy jelentős részét Budapest termeli meg, és hogy ezért ide kellene allokálni a forrásokat, miközben a kormányban van egy egészen másfajta szemléletmód, ami meg arra vonatkozik, hogy a magyar lakosság döntő része nem a fővárosban él, ezért nem feltétlenül mindig csak ide kell önteni a pénzt, vagy hogyha itt viszonylag mondjuk Talos István alatt történtek jelentős fejlesztések, és itt már voltak dolgok, akkor esetleg vidéken is kellene valamit csinálni, és igazából én azt látom ebbe a karácsony történetbe, hogy az ő szavazótáborát, azok, akik szeretik a főpolgármestert, azok egyébként nem különösebben érdeklik azt, hogy most Karácsony Gergelynek milyen fejlesztései voltak, vagy hogy mit, mennyi pénzért, hogyan tudott megvalósítani. Tehát, hogy van két nagy véleménybuborék, az egyik az, hogy ő egy alkalmatlan városvezető, és nagyon szörnyű, és akkor le kellene cserélni Tarlós Istvánra, vagy bárkire, mindegy, legyen az a Fidesznek bárki a jelöltje, és a másik oldalon meg ott van a Karácsony Gergely fanklub, akit a világon az se érdekelt volna, hogyha a Lánchíd soha nem épült volna meg, és hogyha bármire nincsen pénz, akkor azért mindig Orbán Viktor felelős. Hát én is ugyanezt gondolom, hogy tudja, hogy kire lő, tudja, hogy ki az ő szavazó bázisa, és most csak az érdekli őt, hogy őket meggyőzze, és az, hogy lehet a Lánchidon piknikezni, hát az a legszuperebb dolog neki. Akkor maradjunk ennyiben, Nagy Vita most nem volt ma köztetek. Nem. Köszönöm, hogy eljöttetek.